Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök Itthon-Otthon című magazin műsorunkat látják, és benne pedig egy igen aktuális és érdekes témával foglalkozunk majd első körben. Megalakult ugyanis, és megkezdte működését Hajdunánásváros önkormányzata és annak képviselő testülete, és már túl is vannak az első testületi ülésen, és hamarosan jön majd a következő is. És hogy ott pontosan, egészen pontosan mi történt, az egyik frakció vagy képviselői csoport szemszögéből nézve, majd ezt is azért szétszállazzuk, erről fogunk most beszélgetni majd Bódi Judit képviselőasszonnyal. Köszönöm szépen, hogy itt van és elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Sok témánk van, sok mindenről érdemes beszélni, már az első testületi ülés után is, de talán indítsuk ezt az egészet onnan, amit már a választások utáni első beszélgetésben is azért előhoztunk, hogy egy furcsa felállásban kezdi meg a testület a munkáját, 6-6 fő ül gyakorlatilag egymással szemben. Ez ugye azt jelenti, hogy szavazásoknál érdekes arányok is kialakulhatnak, és érdekes lehet majd, hogy hogyan tud így a testület dolgozni és együttműködni. Csak nagyon röviden, az első testületi ülés után, miután fölálltak és befejezték a munkát, milyen érzésekkel távoztak? Hát köszönöm a lehetőséget, és hogyha ez a beszélgetés mondjuk a testületi ülés előtt 2 órával zajlik, akkor teljesen mást válaszoltam volna. De azt kell, hogy mondjam, hogy én tisztelettel tudok szólni mind a két képviselőcsoport képviselőiről, hisz azt gondolom, hogy amit a város elvárt tőlünk, hogy egy működőképes testület álljon fel és tudjon működni, ez az első testületi ülés alapján sikerült. Azt el kell, hogy mondjam, hogy azért október 13-a óta nagyon-nagyon hosszú idő telt el, hisz most számoltuk ki, hogy november 28-án volt az első munkaülés. Az alatt, az idő alatt sem tétlenkedtünk, hisz nagyon-nagyon sok egyeztetésen vettem részt, mikor, milyen összetételben, ahhoz, hogy ez a csütörtöki testületi ülés így tudjon kialakulni. Nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy magának a struktúrának a felállítása okozott a legnehezebb problémát, de azért mindenki úgy volt vele, hogyha ezt a nagy akadályt meg tudjuk ugrani, akkor utána már talán egyszerűbb lesz ez a feladat. Bocsánat, hogy közbevágok. Miért okozott ez problémát? Mert amikor ugye az eredmények ismerté váltak, és megvolt az alakuló ülés, amikor átvették önök is a megbízó levelüket, azt hiszem, hogy talán ott fogalmazta meg először, de már előtte is lehetett hallani polgármester úr azt, hogy jó, hát akkor a kialakult helyzetre való tekintettel ő tesz egy javaslatot, adja az ellenzékben lévő 6 fő az alpolgármestert, illetve a különböző bizottságok tekintetében pedig akkor 50-50%-os arányban osztozzanak. Ez egy nagyon konkrét kiinduló pont volt, ennek ellenére tényleg azt hallani mégis, hogy nagyon nehezen sikerült megegyezni. Hát ennek az volt az oka, hogy igen, az alakuló ülésen is ez az 50-50%. Na most ez nyilván a mi fejünkben is, és mindenki fejében is azt jelenti, hogy azért ez egy páros dolog az 50-50%, és ugye az alpolgármesterek esetében volt a legnehezebb kérdés, ugyanis ugye az alakuló ülésen azt mondta a polgármester úr, hogy az ellenzéknek föl fogja ajánlani a főállású alpolgármester pozíciót. Ezt egyrésztről nem is találtunk volna olyan embert, aki ezt elvállalta volna, másrésztről nem is tartanánk egészségesnek, ugyanis én azt gondolom, hogy az nem volt kétséges a kampány alatt sem, hogy mi azt mondtuk, hogy polgármester úr vigye tovább azt a tevékenységét, amit eddig elkezdett. Na most egy főállású alpolgármester közvetlen, szoros munkatársa a polgármesternek. Én nem gondolnám, hogy ennek ellenzéki képviselőnek kell lenni. Azt elfogadom, és ezt nagyon tisztességesen figyelembe is vettük, és azt hiszem, hogy ez egy korrekt hozzáállás, hogy alpolgármesteri pozíciót ajánlott a polgármester úr az ellenzéknek. Ezt tiszteletteljesen el is fogadtuk, de csak társadalmi megbízatásban. Na most az alakuló ülés után alakult ki az a helyzet, és akkor itt találok annyi kulisszatitkot, hogy az alakuló ülésen már volt egy megállapodás a tekintetben, hogyha 2 alpolgármester van, akkor patika mérlegen kimért bizottsági összetételek alakultak volna ki, és akkor az lett volna egy kiinduló pont.
De polgármester úr a tárgyalások során elmondta, hogy ő kifejezetten kérni azt, hogy 3 alpolgármesterrel dolgozhasson, hisz ő úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak a hatékony működéséhez erre szükség van. Mi ezt kértük, és ez volt az a pont, amin nagyon nehezen tudtunk átlépni, hogy egyrésztről, hogy rendben van, hogy 3 alpolgármester pozíció alakul ki, de akkor is térjünk vissza az 50-50%-hoz, tehát ezzel megborul az egyensúly, és akkor a bizottságok tekintetében kapjuk vissza azt a lehetőséget, hogy ez a mérleg újra helyreálljon. Azt el kell, hogy mondjam, hogy az összefogás frakciója, és majd erre mindjárt visszatérek erre a fogalomra, mert ezt kerülgettük a testületülésen is, nagyon nehezen tudta elfogadni a 3 alpolgármester struktúráját, hisz azért lehetett ilyen visszhangokat hallani, hogy hát azért egy ilyen kisvárosnak miért van szüksége 3 alpolgármesterre. De aztán, hogy a kompromisszum készségünket is mutassuk, illetve hogy odafigyelünk arra, hogy azért polgármester úrnak mik a kérései, és hogy hatékonyan tudjon működni a önkormányzat, ezért erre a struktúrára is tettünk javaslatot. Tulajdonképpen a testületi ülés előtt még volt, mondjam így, 2 frakció ülés is, ahol elmondtuk nagyon egyszerűen, A-verzió, 2 alpolgármester és teljesen 50-50%-ba szétosztott bizottságok. Ez azt jelenti az 50-50%-ba szétosztott bizottság, hogy ha az ellenzék adja az elnököt a bizottságban, akkor a kormánypárti többség adja a többséget. És ez így felváltva, ez egy nagyon mérlegen kimért egyensúly lett volna. B-verzió, 3 alpolgármester, akkor viszont kapunk egy bizottsági elnöki pozícióval többet, és hát tulajdonképpen így azt mondhatom, hogy nagyjából egészében visszaállt ez az egyensúly. Végül is polgármester úr a testületi ülés előtt ezt a verziót választotta, tehát így alakult ki az az összetétel, hogy 3 társadalmi alpolgármester, és azért itt döntő volt az az érv, hogy a 3 társadalmi alpolgármesternek a költsége az ugyanannyi, mintha lenne egy főállású alpolgármester és egy társadalmi alpolgármester. Tehát ez fontos leszögeznem, hogy nem kerül többe a 3 alpolgármester az önkormányzatnak, mint hogyha csak 2 alpolgármester lenne ilyen struktúrában. És ez a számok tekintetében így is van, mert ha jól emlékszem, a testületülésen ön megkérdezte jegyző urat, de akkor úgy ott választ hirtelen igen. Nem kaptam rá választ, csak ilyen hirtelen kérdésre, hirtelen válaszba kaptam rá, pontosan így jött ki, tehát amikor az illetményüket megszavaztuk az alpolgármestereknek, akkor erre figyeltünk, és ez így is volt, mert azt gondolom, hogy a városlakók szempontjából azért ez egy fontos érv. Na most miután 3 alpolgármester lett, ezért a 3 bizottság tekintetében áll ez a elnök és a másik oldal adja a többséget. Egyedül a MOIZ-nál van úgy, hogy az ellenzéki képviselő az elnöke, és az ellenzéki képviselő csoport adja a többséget is. Tehát így indultunk el november 28-án a testületülésen, és azóta már annyival lépjünk előrébb, mert ugye ez már később kerül felvételre ez a beszélgetésünk, hogy a hétfői napon megalakultak a bizottságok is, a külső bizottsági tagok letették az esküt, tehát már teljes struktúrával tud dolgozni a decemberi hónapban a képviselőtestület. Akkor, ha jól értelmezem, gyakorlatilag a Művelődési, Oktatási és Sportbizottsági elnöki pozíció is az abban lévő többség volt az egyik, aminek köszönhetően önök megszavazták a 3 alpolgármestert. Mert a többségünk így is, úgy is meg lett volna, csak annyi volt a különbség, hogy nem úgymond kormánypárti elnök van, hanem ellenzéki elnök, tehát tulajdonképpen csak egy bizottsági elnöki pozícióval, és azért azt kérem, hogy senki ne értse félre, hogy ez nagy részben nem a pozíciókról szól, hanem azokról a feladatokról, és egyébként ki kell, hogy mondjuk lehetőségekről is, hogy egy-egy ügy élén milyen szinten tud egy képviselő mozogni. Tehát ez abszolút nem pénzkérdés, vagy nem egyéni ambíció kérdése, hanem hogy milyen plusz lehetőséget kap ahhoz képest egy képviselő, hogy általánosan ott ül a képviselőtestület ülésen, és mint képviselő teszi a munkáját. És ön arról mit gondol, hogy
hogy három alpolgármester van a városban. Lehet, hogy nem jó helyen teszem fel a kérdést, mert hát nyilván talán polgármester úr tudná azt megindokolni, hogy miért kellett két alpolgármester is az ő frakciójukból, de ugye, ha az átlag ember fejével gondolkodom, akkor azt lehet mondani, hogy hát sok-sok cikluson keresztül működött ez a város úgy, hogy volt egy polgármester, és volt egy darab alpolgármester. Most legutóbb ugye eljutottunk oda, hogy két alpolgármester is volt, sőt, előtte a 2006 és 2010 között is talán így működött a város. De hogy tényleg szükség van három alpolgármesterre? Ön mit gondol erről? Egyrészt azt gondolom, hogy ezt hagy indokolja a polgármester úr, hisz azért az alpolgármesteri konstrukció igazából a polgármester úrnak a tevékenységét segíti. Én nem mondom, hogy a képviselőtestületét meg a képviselőkét nem, de azért alapvetően a polgármester úrhoz tartozik. Ha nagyon ilyen személyes véleményt kellene mondani úgy, hogy lehet, hogy én is jobban örültem volna a két alpolgármesternek, de el tudtam fogadni, hogy ha ezzel tudjuk a hatékony munkát segíteni, akkor fölvállaljuk azt, hogy ez nem biztos, hogy mindenkinek tetszik a városba, de lesz még egy-két olyan ügy, amikor muszáj olyan helyzetet is elfogadnunk, amiben nem biztos, hogy 100%-ig egyetértünk, de ahhoz, hogy tudjunk működni és ne állítsunk meg folyamatokat, ahhoz kompromisszumokat kell, hogy hozzunk. Talán az okozta ezt a helyzetet, hogy én úgy látom, de ez csak feltételezés, hogy a polgármester úr környezetében sem volt igazán olyan képviselő, aki a főállású alpolgármesterséget tudta volna vállalni. Na most ott dőlt el, hogy miután nem lett főállású alpolgármester, akinek ugye az a lényege, hogy napi 0-24-ben, hogy úgymond az önkormányzatban van és végzi ezt a tevékenységet, ezért aztán ugye mindenki társadalmi megbízatásban végzi, és ugye a feladatok elosztása így azért hatékonyabb és jobb. Én úgy gondolom, hogy ez volt a fő érv, de inkább majd őt kell megkérdezni. Hát akkor lehet, hogy a három társadalmiból lehet összegyúrni összességében egy olyat, mint aki elvállalta volna főállásban ezt az egészet. Viszont nézzük a bizottságokat. A pénzügyi bizottságnál Éles András lett a bizottsági elnök, a művelődési, oktatási és sportbizottságnál ön az elnök, míg a szociális bizottságnál pedig Bakó Sándor. Tehát ez a három bizottság az, ahol önök adják az elnököt, és ugye a kormányoldal van többségben, és van még egy bizottság, a Városfejlesztési Bizottság, ahol pedig ugye Ötvös Attila az elnök, ott viszont önök vannak többségben. Nem, bocsánat, nem a Városfejlesztési Bizottságban, hanem a MOIS-ban vagyunk többségben is, és adjuk az igen, elnököt is. Igen, ott valóban ott ez a felállás. Igen, tehát ez a bizottság, ahol többségben vagyunk. Ez azért én fontosnak tartom, mert ha magáról a képviselőtestületi ülésnek tehát az első kérdéséhez visszatérünk, hogy hogy éreztem, azért el kell, hogy mondjam, hogy nem véletlenül alakította így annó valamikor valaki, aki az önkormányzati törvényt megalkotta, hogy kitalálta a bizottsági rendszert, hisz nagyon nehéz volt az első testületi ülés úgy, hogy nem volt olyan fórum, mint a bizottságok, ahol azért olyan kérdéseket is fel lehet vetni, amit nem biztos, hogy testületi ülésen megtesz az ember. És pont a közösségi oldalon fel is tették sokan ezt a kérdést, hogy miért kell ennyi zárt ülés, miért kell ennyi szünet. Hát azért ennek az az egyik oka, hogy vannak olyan kérdések, amiket nem tesz fel egy képviselő testületülésen, és nem azért, mert nem lehetne a lakossággal ezt megosztani, hanem egyrésztről is soha nem voltam híve az élveboncolásnak. Tehát vannak olyan személyiségi dolgok, amiket azért a tévé nyilvánossága előtt nem tesz meg az ember, mert tiszteli annyira a másikat, hogy véletlenül se kerül jön olyan szituációba, amit nem tud kezelni egy élő egyenes adásban másrésztről. Vannak olyan kérdések, ami az önkormányzat helyzetét például egy szerződésnél, egy gazdasági témánál hátrányos helyzetbe hozza, ha mondjuk egy képviselő elmondja, hogy egyébként mit szeretnénk elérni, és végignézi a testületi ülést az, akivel például szerződést akarunk kötni, és azt mondja, hogy ja, értem, akkor most már a tárgyalásokat más irányba akarom vinni. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, ami nem véletlenül bizottsági üléseken szokott elhangozni. Nagyon sok tisztázó kérdés van, amire
amire pedig a hivatal tud igazából válaszolni, és ha ott prompt nem is tud rá válaszolni, már mondjuk a következő bizottsági ülésre hozza ezt a választ, vagy mire testületi ülésre kerülünk, addigra alá tudja támasztani számadatokkal is. És itt, hogyha megengedi szerkesztő úr, akkor lépnék egyet, például ilyen a települési adó. Biztos, aki... Igen, erről azért is érdemes beszélni, mert ott a szavazás tekintetében is érdekes dolgok alakultak. Igen, ott az egyik képviselő asszony átévesztette a szavazást, ő is meglepődött. Kért. Igen, ez van így a... Tehát ennél a 6-6 felállásnál azért lehetnek ilyen igen, hát nyilván dolgok. Erre figyelni kell, de ez bárkivel előfordul. De például a települési adó tekintetében, ugye mi a plakátokon és a kampány alatt vállaltuk, hogy az első tevékenységünk egyike lesz az, hogy a kis méretű gazdálkodóknál, és mi ezt 20 hektárban határoztuk meg, fogjuk kezdeményezni a települési adó eltörlését. Ott például jegyző úr, mint az előterjesztő, sok olyan számadatot mondott számunkra, ami nekünk is meglepetés volt. Ugyanis nem azért, mert nem vagyunk felkészültek, hanem ugye elfogadunk egy önkormányzati határozatot, és hogy mondjuk abból az adónemből hányan vannak, akik ilyen kategóriát fizetnek, hányan vannak, aki olyan kategóriát fizet, ezt például egy átlag képviselő nem látja. És ugye vagy jegyző úr ott testületülésen sok olyan számadatot elmondott, amit például mi se tudtunk, tehát erre a témakörre visszatérve a következő testületülésre vissza fogjuk hozni valamilyen formában, valószínűleg önálló képviselő indítványként tudjuk visszahozni, és továbbra is azt mondjuk, hogy 20 hektár alatt. De már ott hoztunk egy kompromisszumos döntést, amit én nagyon sajnálok, hogy a kormánypárt lesöpört az asztalról, hogy legalább 10 hektár alá csökkentsük a települési adót, de már annyit mindenképpen elértünk, hogy polgármester úr viszont kimondta a testületülésen, hogy arra viszont hajlandó, hogy kisebb-nagyobb lépésekbe, de teljesen kivezesse ezt az adónemet. Tehát nyilván most nem tudom megmondani, hogy mi lesz a következő ülésen ebbe a témakörben a döntés, de ugye elindultunk valahonnan, már értünk el azzal eredményt, hogy polgármester úr elgondolkodik azon, hogy teljesen kivezesse, mi nem ezt kértük tőle, de azért azt a kompromisszumos megoldásunkat, hogy legalább 10 hektárig töröljük el, ezt továbbra is fogjuk vinni. És itt térnék arra vissza, hogy például ezt is bizottsági ülésen, ha lett volna előtte bizottság, akkor ezeket a számadatokat már ott halljuk, és akkor pont konkrétan tudtunk volna számolni azzal, hogy most akkor mennyi bevétele van az önkormányzatnak ebből az adónemből, mennyit kellene elengedni akkor, hogyha az ő általuk javasolt 10 000 forintos határt hozzuk, mennyi a bevétel, ha a miénket, tehát mert nálunk ez 40 000 forint a 20 hektár eltörlés, ami ugye adómentes lenne. Tehát ezeket könnyebb úgy tárgyalni, hogyha előtte bizottság is van. Lehet, hogy pont ez a napirendi pont mutatta meg a legjobban azt, hogy mire képes ez a mostani új felállás. Érvek, ellenérvek, együttműködés, kompromisszum, visszahozzuk, még egyszer megbeszéljük, és nem az volt, hogy valaki mondott valamit, és megnyomta mindenki a saját kis gombját? Ez is, de ennél én sokkal jobban éreztem egy másik napirendnél, amit a nézők biztos, hogy nem érzékeltek, ez a új sportcsarnok kapcsolatos önkormányzati szerződés. És akkor itt hagyd legyek önző, hisz azért az összefogás képviselőcsoport nevében vagyok itt, hogy na ott éreztük azt, hogy ilyen típusú szerződéseknél van igazából hangsúly azon, amit mi kértünk Hajdunánás lakosságától a kampány során, hogy miért van szükség az ellenzékre és erős ellenzékre. Na, ezek a típusú szerződések azok, amiket teljesen más szemszögből lehet átgondolni ellenzéki fejjel, és nem azért, mert felelőtlenek lennénk. És itt szeretném elmondani a magunk védelmében, mert már hallom vissza a városba, hogy azért, mert mi ott nem fogadtuk el azt az előterjesztést, ezért az általános iskolás gyerekek most nem tudnak bemenni az új sportcsarnokba tornaórára. Ez nem így van, ugyanis ennek az új sportcsarnoknak még nincs
engedélye, nincs működési engedélye. De ahogy kijöttünk a testületi ülésről, rögtön jeleztük polgármester úrnak. Nekünk nem az a célunk, hogy a gyerekek ne tudjanak testnevelés órára menni ebbe az új létesítménybe, hanem az a célunk, hogy ne kössön az önkormányzat előnytelen szerződés. Például ezért kértük ennél az ülésnél az zárt ülést, mert ott alapvetően az egyesület elnöke felé teljes tisztelettel vagyunk, amiért végigvitte ezt a projektet, és a városban mégiscsak van egy új sport létesítmény, de azért szeretnék más szemszögből is ezeket a szerződéseket átgondolni, és nagyon nem lett volna tisztességes például őt ott élő egyenes adásban olyan dolgokról kérdezgetni, ami nem biztos, hogy odavaló. Tehát visszatérve rá, kezdeményeztük, és szeretném bejelenteni, hogy a bizottságok megalakulását követően meg is állapodtunk abban, hogy mikor lesz rendkívüli pénzügyi bizottsági ülés, és mikor lesz rendkívüli testületi ülés még decemberben, ahol ezt a szerződést remélhetőleg meg fogjuk tudni kötni, és mire vagy működési engedélye lesz a létesítménynek, addigra ez a szerződés is kész legyen, hogy egy percet miattunk az iskolás gyerekek ne csúszanak a lehetőségtől. Bár, ahogy ön is említette, ezt a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalták, de valami fajta konkrétumot el lehet mondani arról, hogy mi is volt a probléma és milyen szerződésről van szó? Hát ha ezt én most itt elmondanám, akkor pont azt az elvet rúgnám föl, amiért pontosan mi, személy szerint én kértem, de a frakcióval egyeztetve a zárt ülésnek a témáját. Azért ez egy azért nehéz szerződés, mert nagyon sok kötelezettséget vállalt már e tekintetben az előző testület, az előző önkormányzat. Nyilván ezeket semmiképpen nem akarjuk felrúgni, de azért ez egy 15 éves szerződés, és 15 év nagyon hosszú idő, és nagyon sok mindent át kell ám gondolni, hogy mire vállalunk kötelezettséget, de én biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül ez a szerződés valamilyen formában nagyon remélem, hogy megkötésre kerül. No, hát akkor nézzük egy picikét a közösséget és a közösségi felületeket. Létrehoztak egy csoportot, ahol várják egyrészt a csatlakozókat, talán az egyik legnagyobb közösségi felületen, ugye a Facebookon, illetve hát hozzászólásokat és véleményeket is. Itt azért elég sok minden talózgatva, nézegetve a hozzászólásokat, elég sok mindent fogalmazzunk, így önökre zúdítanak azok, akik hozzászólnak? Igen, egy fél lépést hagy lépjek vissza. Már sokat kerülgettük a frakció. Akkor kezdjük ezzel, hogy akkor frakció vagy képviselőcsoport, mert ez ott a testületülésen sem volt tiszta, mikor ki mit használt. Mi tettünk arra javaslatot a tárgyalások során, hogy az SMS-t a tekintetben módosítsuk, hogy miután két csoportról van szó, vegyük át azt a formulát, ami egyébként nagyon sok önkormányzatnál működik, hogy frakció, képviselőcsoportok működnek, és azt mondtuk, mi meg is alakítottuk, vezetővel, és hogy az SMS módosítsuk úgy, hogy a frakció vezetőnek vagy az általa megnevezett témavezetőnek legyen arra lehetősége, hogy egy adott témában a frakció álláspontját 3 percben ismertesse, utána lehet egy vita, és még a vita után, ha úgy érzi, hogy egy más típusú hozzáállása alakulhat ki a frakciónak, akkor még 1 percben összefoglalhassa. Ez sokban segít. Én nagyon-nagyon bízok benne, hogy a kormánypárti frakció ezt megérti, bár egyelőre nem volt rá fogadókészség, de nagyon bízok benne, hogy megérti, bár mondjuk ők azért kényelmesebb helyzetben vannak, mert ezt a szerepkört ugye polgármester úrnak van lehetősége megtenni. Nekünk ez nem azért kell, hogy az időt húzzuk, mert ha megnézi szerkesztő úr, azért mi, még hogyha az alpolgármestert ki is veszük, vagy az alpolgármestereket kivesszük, mi még akkor is maradunk 5-en, tehát 5x3 percben nyilván el tudjuk mondani az adott témáról a véleményünket, de hogyha a nézők is, és velünk szemben ülő képviselőcsoport is érti, hogy alapvetően honnan indulunk ki, akkor lehet, hogy nagyon sok felesleges vitát el tudnánk kerülni.
Én bízok benne, hogy ezt elfogadja a másik oldal is. Viszont számunkra nagyon fontos a lakossággal való kommunikáció. Ezt megtettük egyrészt ott a testületülésen is elmondtam, hogy minden hétfőn 4 órától Nikodémus utca 5 szám alatt 4-től 6-ig mindig egy képviselő társunk ott van, úgymond fogadóórát tart, tehát ott személyes elbeszélgetésre is van lehetőség. Na és akkor most érünk ide a közösségi oldalra. Ezt a közösségi oldalt is ezért hoztuk létre, hogy lehessen velünk kommunikálni, és ne egy másik oldalt, aki szegény már nagyon megszenvedte már, ha lehet így egy közösségi oldalról beszélni, mondjuk itt a Nánás Pletykáról beszélek például, hogy ő nagyon megszenvedte a kampányt, mert ugye mindenki minden kérdést oda zúdít. Igen, és a kampányt hogy, és az utózöngéket is. Igen, hogy talán ez egy kicsit segítséggel lehet, hogy akkor inkább ide, mert ez egy úgymond politikai oldal. És azért itt nagyon sok kérdés felvetődött, és én itt, ami számunkra egy nagy felelősség, egy ilyen oldalt létrehozni, és ugye találkozni ezekkel a problémákkal, de ez volt a célunk. De azért azt szeretném leszögezni, hogy az önkormányzatot, tehát a képviselőtestületet, az önkormányzatot továbbra is a polgármester úr irányítja. A hivatalt a jegyző úr. Rajtunk, amit nagyon határozottan számon lehet kérni, az az, hogyha egy ügy felvetődik, akkor azt jelezzük, a legjobb tudásunk szerint álljunk mellé, ha tudunk és van lehetőségünk, adjunk megoldási javaslatot, és vigyük ezt végig, de azt nem lehet tőlünk elvárni, és én azt szeretném, hogy azért ezt mérlegelni a hajdunánás lakossága, hogy biztosan hozzuk a megoldást. És nem akarok kibújni a felelősség alól, de ugye mi hozhatunk egy javaslatot, ha az nem kerül elfogadásra, akkor nem tudunk vele mit csinálni. Abba kőkeményen kérem, hogy kérjenek minket számon, hogy felhoztunk-e, beszéltünk-e róla, mentünk-e utána, mert ugyanis most mondok gyorsan 3 példát, ami már valami fel is vetődött, meg fel is fog vetődni. Például a falevelek elszállításának problematikája. Ugye egy hosszú távú probléma megoldás lenne, ha lenne egy komposztáló terület, amiben egyébként egyet is értünk, csak a kivitelezésével van probléma. De most, ha végigmegyünk a városon, lassan ilyen Big Bag zsákok városa leszünk, mert akárhol vagyunk, a lakosok nagyon tisztességesen összeszedték a falevelet, csak épp nem került elszállításra. Na most, hogy ráhullott az első hó, gyönyörűen kis hóemberek alakultak ki az utak végén, de szerintem azért ez szörnyű, úgyhogy ebbe valamilyen hirtelen adhok megoldás biztos, hogy keresnünk kell. Akkor itt a körút. A magyar út kérdése. Ebben már például egyéni képviselőként is kaptam megkeresést, illetve ezen a közösségi oldalon is kaptunk megkeresést. Ebben a tekintetben könnyű helyzetben vagyok, hogy polgármester úr azt mondta annó a kampányban, hogy a 8 Fidesz által támogatott képviselőnek a programját megismerte, és egyértelműen tudja támogatni. Na most én mielőtt idejöttem, megnéztem a Tóth Imre képviselő úr, erről a témáról azt írta, hogy a közút teherautó forgalmának, vagy a körút, bocsánat, a körút teherautó forgalmának csökkentése. Na hát ez már megvalósul, akkor én már nagyon boldog leszek. Többféle javaslat van, mert ugye itt a legszélsőségesebb a elkerülő út megépítésétől, a forgalom korlátozástól kezdve, azért nagyon sok minden van, ahol kicsi lépéseket és nagy lépéseket is lehet tenni. Ezügyben is mindent meg kell tennünk, aztán, hogy milyen megoldás fog születni, az majd a jövő. Ez a körúttal kapcsolatos dolog azért is egy jó kérdés, mert egyáltalán van-e bármilyen kompetenciája az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban, hát mert hogy maga a körút a közút kezelő fenntartásában áll, tehát ha nagyon sarkosan akarok fogalmazni idézőjelben, akkor a városnak semmi köze hozzá. Ez így van, de a tekintetben igen. Hogy egy képviselőnek, és itt most saját magamról beszélek, egy képviselőnek ebbe élni kell minden lehetőséggel, hogy elmondja, hogy ez probléma. Én nagyon remélem, hogy az önkormányzat mögé áll ennek az ügynek, és ő is megkeresi az út tulajdonosát, mert nem ugyanaz a súlya egy kérésnek,
hogy egy lakos, egy számmagában egy képviselő, vagy mondjuk egy teljes önkormányzat áll egy ügy mögé, és azt mondja, hogy igenis kéri, hogy vizsgálja meg a közút, az út tulajdonosa, hogy mit tud ebbe tenni. Vagy vizsgálja meg a rendőrség, a súlykorlátozás és egyéb dolgok. Most direkt nem akarok részletekbe belemenni, mert nem akarom, hogy ebből félreértés. Igen, nem egy egyszerű probléma, de az mindenképpen számon kérhető a képviselőn, hogy indítsa el, álljon oda mögé. Nagyon bízok benne, hogy az önkormányzat, és tudom, hogy mögé fog állni. Csak kérdés, hogy mit fogunk tudni benne elérni. Tehát ez nagyon sokat elhangzott, hogy az ellenzéknek nincs felelőssége, és azért könnyebben mondhat bármit. Na most hadhatnál, azt gondolom, ezt el kell felejteni. Minden ügynél felelősséggel fogunk hozzáállni. A megoldás nagyon nagy esetekben nem a mi kezünkben van, de ahhoz a megoldáshoz vezető úthoz viszont mindig lesz javaslatunk, ezt tudjuk ígérni. Hogyan tovább, már ami a folytatást illeti, hiszen itt vagyunk december elején, nem sokára vége ennek az évnek, tehát lesz még egész biztosan egy ünnepi testületülés a Városnapja alkalmából, illetve december 21-én még lesz egy rendes testületülésük is. Igen, most ez a december, ez nagyon sűrű, mert ugye még ráadásul közben van 4 bizottsági ülés is, így, hogy most már megalakultak. Hát pontosan a rendkívüli testületülés a sportcsarnok ügyében lesz. Tehát ahogy elmondtam, kezdeményeztük pénzügyi bizottság összehívását, testületi ülés összehívását, hogy lássa mindenki, hogy megcáfoljuk azokat a híreket, hogy mi most azért jöttünk itt létre, hogy itt mindent megakadályozzunk, meg minden lassúbb legyen, meg hogy keresztbe fogunk itt feküdni fejlesztéseknek. Na hát ez biztos, hogy nem a célunk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ha nem is értünk egyet ügyekbe, és mondjuk kétszer kell visszajönni, akkor kétszer annyit dolgozunk, de legyen megoldása, és olyan megoldása, hogy azért többféleképpen átgondolt megoldás, és más fejjel átgondolt megoldás is megvalósításra kerüljön. Nos, hát meglátjuk, hogy egyrészt mi lesz majd a fejlemény a sportcsarnok tekintetében, és hát természetesen bármelyik testületülés után is várjuk nagyon sok szeretettel vissza ide a stúdióba, és értékeljük majd az ott elhangzottakat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget.